Szép jó reggelt, boldog reggelt kívánunk Judittal együtt, Olá Attila, az ELTE pozitív pszichológia kutatócsoport vezetője, ami boldog vendégünk. Jó reggelt kívánunk, aki kutatja a magyar boldogságot. Talán annyit mondhatok, hogyha itt a reklámszünetben lévő beszélgetésünket leadnánk, már jól járnánk, úgyhogy megpróbáljuk megismételni. Nézzük a konkrétumokat, boldog-e a magyar? Van boldog magyar is, meg van szomorú magyar is, vagy boldogtalan magyar is, tehát ebből a szempontból nem tekinthetjük a boldogságot egy ilyen nemzeti karakterjegynek például. Mit kutatnak? Mi azt kutatjuk, hogy azok, akik boldognak, most az új kutatásunkban azt fogjuk kutatni, hogy akik boldognak vallják magukat, azok milyen erényekkel, milyen olyan személyiségjegyekkel rendelkeznek, amelyek rávezethetik őket a boldogsághoz vezető útra. Tudnélik, az eddigi nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol következetesen boldognak vallják magukat az emberek, ott már ki is találtak olyan fogalmakat azokra az életfilozófiákra, vagy azokra a karakterjegyekre, amelyeknek a boldogságukat köszönhetik. Ezekből már könyvek születtek. Például ugye a legutóbbi boldogság felmérés, ami a világ országainak a lakosait, a lakosok boldogságszint, vagy a boldogságszint alapján hasonlították össze. Ott most Finnország van az első, és általában skandináv ország. Múltkor dánok nyertek. Norvégek nyertek, előtte pedig dánok. Így van. Tehát, de az első ötben mindig benn vannak a skandinávok. Arra nagyon egyszerű kérdésre tud nekünk választ adni? Hogy mi az, ami a leginkább boldoggá tesz minket? Szerelem, család, pénz, karrier, nem tudom. Csokoládé. Lehet, csokoládé, jó. Lehet erre választ adni? Hát így, de mindez együtt, azt gondolom. De hát azt találtuk a kutatásunkban például, hogy boldogok azok az emberek, akik képesek megküzdeni a mindennapok kihívásaival, nehézségeivel. Akik megtanulták azokat a technikákat, amelyekkel pozitív állapotba tudják hozni magukat. Akiknek értelmes életük van, értelmes céljaik vannak. Az értelmes tevékenységek végzése közben a szervezetünk endorfin permetben fürdeti az agyunkat. Például. Azt mondta, hogy technika tanulható, a képes, a boldogságra való képesség, mert ugye szokták mondani, hogy ez vannak alaptípusok, hogy van olyan, aki mindig azt látja, hogy félig üres a pohára, van, aki meg mindig azt látja, hogy félig teli van. Így van. Ennek vannak genetikai alapja is, természetesen, hogy valaki jutalmazások, a pozitív hatások irán mutat inkább fogékonyságot, tehát a pozitív orientációnkat. Az eddigi kutatások szerint 50%-ban genetikai tényezők határozzák meg. De boldogok voltak-e a szüleim? Például, tehát mindjárt... Boldog családban nevelkedtem? Az is együtt. Tehát a genetikai tényezők tulajdonképpen minden érzelmi beállítottságunk hátterében megtalálható. Nézzünk egy picit konkrétumokat. Temperamentum sajátosságaink hátterében. Idéztünk néhány dolgot Judittal, nevezetesen az, hogy például a felmérések szerint Szombathelyen a legboldogabbak az emberek, hogy a hölgyek boldogabbak, mint a férfiak, hogy akinek több gyermek van a családban, boldogabb. Ez alapján kijelenthető, hogy a szombathelyi sok gyermekes családanyák a legboldogabb magyar emberek? Egyáltalán nem. Reméljük, sokan néznek most minket, és nem hiszem, tehát az, hogy Szombathelyen boldogabbak az emberek, az azzal függ össze, hogy ugye a boldogság attól függ, hogy mi boldogít minket. Tehát ott azért boldogabbak az emberek, mert nagyobb lehetőségeik vannak a boldogulásra. Hol a legboldogtalanabbak? Ez azt jelenti, hogy akár egy szegényebb régióban a legboldogtalanabbak az emberek? Hát igen, a felméréseink szerint ott, ahol a legkevesebb lehetőség van a képességeknek a realizálására, kibontására, tehát olyan munkahelyek megtalálására, amikor olyan munkát végezhetünk, amely munkavégzés közben igazán jól érezzük magunkat. Talán a japán hát életszemlélet a leginkább követhető én szerintem, amely azt mondja, hogy akkor vagyunk boldogok, hogyha
olyan munkákat végzünk, amelyeket szeretünk. Ha, jó, ebben szerintem mi jók vagyunk. Így, pontosan. Ha olyan munkákat végzünk, amelyekhez értünk, tehát amelyekben az erényeinket használhatjuk. Itt is reménykedünk. Itt abszolút. Tehát ha szabad személyeskedni, akkor én két olyan erényt mondanék itt, ismerve az önök munkásságát. Igazából ezért hívtuk be. Ilyen riportal holnap korábban jön. Azt gondolom, hogy én szeretem nézni az ATV reggeli adásait is. Mi is szeretjük készíteni. Látom, hogy például, mindig öröm nézőkkel találkozni. Turkó szerkesztő úrnak az intellektuális gyorsasága és a mentális gyorsasága. Megjegyezzük, szerkesztőknek már is mondom. Az, ami erényként jelenik meg, és nagyon, nagyon élvezetessé teszi ezáltal. Köszönöm a szépen. A Judit gyönyörűsége. A gyönyörűség az szerintem természetesen minket tesz boldoggá. Ami boldoggá tehet, én azt gondolom, az őszinte kíváncsiság, ami az ő hozzáállásában. És a bájos kacsa, a mosoly. Jó, megvan, kedvesség és atmoszféra. Minden reggel jöjjön ide, hogy tegyen minket. Amit meg tud teremteni, és meg tudja nyitni ezzel a beszélgető partnerek. 10 másodpercünk van, engedjen meg nekem egy nagyon kedves hagyományt. Az Egyesült Államokban van egy gyönyörű ünnep, a hálaadás ünnepe, ilyenkor a vacsoránál mindig elmondják, hogy miért hálásak. Én azt mondhatom, azt hiszem kettőnk nevében hálásak vagyunk, hogy itt volt velünk. Legyen további. És aki esetleg nem lenne egészen boldog, ahhoz meg elküldjük ön. Tehát, hogy innentől kezdve lesz egy ilyen feladata, és köszönjük szépen. Egy másodpercet még maradunk a székben.